Nagy volt az érdeklődése a székesfehérvári civil központban, ahol pedagógusoknak tartotta a képzést az EpiPen injekció helyes alkalmazásáról. Januárban Újpesten egy 7 éves kisfiú lett rosszul az iskolában a szülinapi tortázás után, az ő életét sajnos nem sikerült megmenteni. Májusban pedig egy szintén újpesti óvodai esetről lehetett hallani, itt az óvónő lélek jelenlétének és a szakmai képzésnek volt köszönhető, hogy nem történt újabb tragédia, az EpiPen injekció szakszerű alkalmazásával sikerült megelőzni, hogy az allergiás reakció komolyra forduljon. Sajnos tragédia kellett ahhoz, hogy ennek a problémának a fontosságára mindenki rádöbbenjen, főleg miután kiderült, hogy egyébként ez megelőzhető ma már, hiszen létezik az az injekció, sőt injekciók, amelyek lehetővé teszik, hogy ha egy ilyen roham bekövetkezik, és kéznél van ez az injekció, akkor kisebb beavatkozással, de ennek a hatásait lehet közömbösíteni, ki lehet küszöbölni, és a tragédia pedig elkerülhető, nem következik be. A képzést tartó szakember elmagyarázta a jelenlévőknek, hogy mely tünetek megjelenése esetén szükségszerű az injekció használata, valamint kiemelte, hogy akkor sincs semmi baj, hogyha esetleg tévesen alkalmazzák, hiszen a hatóanyag csak abban az esetben fejti ki hatását, hogyha erre a szervezet számára feltétlenül szükség van. Nagyon fontos, hogyha fölismerik az allergia súlyos tüneteit, és ezt ugye már ezerszer ugye elmondtuk, tehát főleg akkor, amikor nehéz légzéssel, esetleg gége-garatüregi duzzanattal, fulladás érzéssel járó allergiás rohamot látunk. Legyen ez ételre, vagy bármilyen egyéb külső allergénre kialakuló roham, akkor nyugodtan alkalmazzuk, és ne gátoljon meg bennünket, úgymond az elszálltságunkba az, hogy elbizonytalanodunk. A képzésen résztvevő pedagógusok mindegyike kiemelten fontosnak tartja, hogy az intézményekben elkerülhetőek legyenek a közelmúltban előforduló tragédiák. Előfordulhat sajnos tényleg, hogy egy tortába vagy egy szülinapozás során valami olyan alapanyag van, amire allergiás a gyermek. Úgyhogy fontosnak tartjuk, hogy biztonságban tudjuk a gyermekeket, és örülünk ennek a lehetőségnek, hogy mostantól van ilyen. Az önkormányzat minden iskola, óvoda és bölcsöde számára vásárolt az allergiás rohamok kezelésére szolgáló EpiPen injekciókat, a szakszerű használathoz szükséges oktatást pedig szintén az önkormányzat biztosítja a mentőszolgálattal együttműködve.